Sziasztok, üdv újra a csatornán, ha pedig új vagy, akkor szia, én Jössze vagyok, és ez itt az Anya Mindenhez is. Régen készítettem már Mit ettünk a héten videót, gondoltam, hogy akkor jöjjön most egy ilyen. Hétfő van, Bende Guz most éppen még itthon van beteg Szabin, mert a múlt héten szerdától itthon maradt, ugyanis náthás lett, de szerintem a hét közepe környékén már aztán majd visszatérő az óvodába, hiányzik is neki a társasága. Minden esetre most még itthon van, reggelén keltem elsőként, mert időpontom volt megcsináltatni a körmémet, és Bende Guz is akkor felébredt velem együtt, ő elfogyasztotta a kakaóját, én elfogyasztottam a kávémat, megreggeliztünk. Minden reggelünk a kávéval és a kakaókkal indul, úgyhogy ezt nem is fogjátok most minden egyes nap látni felvételben, mert amúgy is elég hosszas lesz most ez a videó. A reggelink hétfő reggel túrós kuglof volt, amit anyukám a hétvégén sütött, és küldött át nekünk. Nagyon-nagyon finom, isteni jó túrós, nem is kell rá semmi, úgy, ahogy van. Nagyon jó kis reggeli péksütemény gyanánt. Bende Guzzal mind a ketten ezt fogyasztottuk a reggeli italok mellé. És ezek után aztán én elindultam. Közben pedig Atis és Abigail is kelt hamarosan. A hétfő nagyon-nagyon kényelmes volt most nekünk, sőt a vasárnap is, mert hogy ugye általában hétfőn azt fogyasztjuk, ami vasárnapról még megmarad, többnyire, mint azt már hallhattátok tőlem, két napra igyekszem főzni. De most vasárnap sem én főztem, a gyerekek ott aludtak anyukámnál a hétvégén, nagyon-nagyon várták, nagyon szeretnek ott aludni a mamáknál, és anyósoméktól is kaptunk aztán vasárnapra kaját, abból, amit ők főztek, meg még anyukám is hozott belőle, úgyhogy nagyon el voltunk kényeztetve, nagyon kényelmes kis vasárnapon volt, így a főzés nélkül, és még hétfőre is maradt belőle nekünk ebédre való bőven. Hétfőn ebédre tehát a mamáiktól kapott finomságokat fogyasztottuk, volt itt rántott csirke, rántott sertéshúsi és sült kacsa a rizssel, Bende Guznak rántott csirkét vágtam össze, magamnak kacsát, és még a félig lefaragott rántott csirkecombot, valamint anyukám isteni finom ecetes gyöngyhagymájából raktam még mellé. Abigail addigra már elaludt, úgyhogy ő aztán később fogyasztotta el még a kis rántott húsit és rizst. És amiben itt most bele szeretnék még vágni, az a kenyérsütés. Többször említettem már nektek, hogy kenyérsütőgéppel szoktam kenyeret venni, emellett veszünk is kenyeret, nem mindig én sütöm, sőt, szerintem azért gyakrabban veszünk, mint ahogy én sütöm, de most teljesen kifogytunk belőle, éjszakás hét jön most Atisnak, és ő ilyenkor mindig kiflit vesz magának lefekvés előttre, úgyhogy arra gondoltam, hogy magunknak pedig sütök egy teljes kiörlésű kenyeret, mert felforrt a vérem a múlt héten, mikor a kenyeres autótól csak nem 500 forintért vettünk egy fél kiló teljes kiörlésű kenyeret. Az Aldiban szoktam venni ezeket a kenyérliszt keverékeket, eddig a magosat vettem, most először a múlt heti bevásárlásnál sima teljes kiörlésű lisztet vettem, ezt a fajtát még nem próbáltam, eddig is használtam teljes kiörlésű lisztet kenyérsütéshez, de nem ilyen kifejezetten kenyér keveréket, hanem az általános teljes kiörlésű lisztet, amit minden máshoz is használok. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy hogyan viselkedik majd. Még az is lehet, hogy közben fogok bele azért egy pár magot dobni. Van itthon tök magom, szotyim, szezám magom, csia magom. A gép nekem pityegni szokott, amikor hozzá lehet tenni még, amit gondolok. Többen jeleztétek már, hogy kíváncsiak lennétek rá, hogy hogyan készül a kenyérsütőgépemben a kenyér. Ha jól emlékszem, korábban raktam is föl egy ilyen videót róla, de azért annyira nem részleteztem magának a kenyérsütőgépnek a működését, meg hogy milyen, meg hogy hogyan, úgyhogy most gondoltam, egy kicsit megmutatom a gépemet. Látni fogjátok, hogy ez már jó használt gépecske, meg azért itt-ott már masszatos szegénykém, időnként jól áttakarítom,
NASZ ajándékba kaptuk, úgyhogy most már 6 éve megvan, és nagyon szeretem. Eleinte én is aggódtam amiatt, hogy ki fogom-e használni, érdemes-e ezt kérni egyáltalán NASZ ajándékba, de úgy gondolom, hogy ahhoz képest azért rendszeresen előkerül a szekrényből, és egy nagyon klassz dolognak tartom. Bár hogyha az ember úgy szalad haza, hogy akkor esik le neki, hogy ú, basszus, nincs itthon kenyér, akkor már később bánat a kenyérsütőgépre gondolni, mert 3,5-4 óra kell benne egy kenyér elkészüléséhez. SOS mentő tervnek annyira nem jó, előre kell vele egy kicsit gondolkozni. Nem szaporítom tovább a szót, mert igazából mit tettünk a héten videónál tartunk. Elindítom a kenyérsütőgépet, hogy estére, illetve holnap reggelire legyen friss kenyerünk. Mutatom a gépet. Íme az én kis kenyérsütőgépecském. Ez egyébként egy Gorenje kenyérsütőgép, most a típusát nektek, BM900 BKC az ő becses száma, és így néz ki. Igen, már jól össze van karcolva szegény dob, ebbe kell beletenni minden hozzávalót, igazából ennyi az egész, hogy beledobáljuk a hozzávalókat, és összekeveri, megdagasztja, megkeleszti, és aztán meg is süti, és a kész kenyeret veszem aztán ki belőle. Kaptam hozzá egy használati utasítást, ami tartalmaz alaprecepteket hozzá. Én ezeket az alaprecepteket használom többnyire kenyérsütéshez, de kelesztettem és dagasztottam is már csak benne, azt is be lehet állítani, hogy csak kelesszen, csak dagasszon, akár fánk tésztát lehet benne készíteni, lángos tésztát lehet benne készíteni, és akkor a sütéshez már kivenni. Itt látható, hogy állítható, hogy mennyire pirítsa meg a kenyeret, mennyire legyen vastag és barna a héja, illetve hogy 700 és 900 grammos kenyeret tud sütni. Itt láthatóak rajta a programok. Én ezt a French kenyeret szoktam csinálni nekünk ízre, eddig ez jött be a legjobban. Aztán, hogyha édes tésztát akarunk benne, ugye gluténmentest, itt van a fánk tésztás, hát ez a szendvics pontosan nem is tudom, hogy mire, de akár joghurtot lehet benne készíteni, vagy lekvárt főzni, hogy azt ugye folyamatosan sokáig kevergesse. Tortatésztát kikeverni benne, rengeteg az opció, és én ennek szerintem a felét sem ismerem, csak maximum így névről, mert ennyit azért nem kísérleteztem még vele. És akkor kaptam még a készülékhez mérőeszközöket, mert ugye a receptjei azok saját mérőeszközökre íródtak, ehhez van két kis mérőpohár, illetve egy kanál, aminek az egyik fele elvileg evőkanál, a másik fele pedig teáskanál. És akkor itt vannak a hozzávalók, maradt még egy pici ebből a magos lisztkeverékemből, ezt fel fogom hozzá használni, és akkor a fennmaradó mennyiséget pedig ezzel az új teljes kiörlésű lisztkeverékkel pótolom ki. Menni fog még bele só, cukor, víz, étolaj, és ez az egyetlen olyan dolog, amihez általában porélesztőt használok, korábban soha nem használtam porélesztőt, mindig a klasszikus tömbben kapható felfuttatós élesztőt használtam, de ebben nagyon jól ki lehet mérni a porélesztőt. Ez azért van nekem így üvegben, mert ezt még a csomagolásmentes boltban vettem, de abszolút bejött, és nagyon szépen felfúvódnak tőle a kenyerek, majd ki akarnak budjanni a gépből sülés közben. És akkor neki látok, és bedobálom a hozzávalókat a gépbe, indulhat a kenyérsütés. A francia kenyérhez 3 mérőpohár lisztre van szükség, ami elvileg 420 g-ot jelent. Itt látható, hogy milyen még azért látni a magokat, főleg lenmagot ebben a magos keverékben, és ezt pótolom most ki a sima teljes kiörlésűvel. Ezek után jön rá aztán a víz, 280 ml vizet kell hozzáadni. Én egy kicsit langyosat szoktam, hát ha segíti még az élesztőnek aztán a feloldódását és a kelesztést.
aztán jön bele a másfél teáskanál só, és másfél evőkanál cukrot ír hozzá, de én csak egy evőkanállal szoktam belerakni, hogy egy kicsit kevésbé legyen édeskés, azon kívül pedig egy teáskanál élesztőt rakok hozzá, ez elvileg 3 g, és 2 evőkanál olajat, ami elvileg 24 g. Látható, hogy minden hozzávaló belekerült, ilyenkor már csak megfogom a keverőedényt, visszarakom a gépbe, és beállítom a programot. Francia kenyér tehát a 2-es program. Szeretem, hogyha barna héja, 700 g-os cipó készül most vele, és indulhat a program. Időzíteni is lehet éjszakára, úgy, hogy mondjuk beinduljon hajnalban, és reggel ébredésre legyen kész a kenyér, bár akkor ugye még nagyon-nagyon forró, és ki kell venni egy picikét hűlni, hogy aztán gyorsan ki lehessen kapni a formából. Mutatom az elkészült verziót 3 óra 40 perccel később. Itt még teljesen forró, most sipolt, hogy elkészült. Kiemelem a sütőformát, és egy picit várok vele, hogy hűljön, mert akkor szilárdul a kenyér, és szebben ki is lehet szedni, illetve egyáltalán megbírom fogni a dobot, mert úgy kell kirázni aztán belőle a kenyeret. Ennek a kenyérsütőgépnek az egyetlen szépséghibája, hogy mivel a keverés követően sül is a kenyér, ezért belesül a keverőlapát a kenyérbe, úgyhogy mikor kirázom a sütőformából, akkor a lapát kiszakítja a kenyérnek az alját, de hát ezt igazán megbocsájtom neki, mert jelentősen megkönnyíti a dolgomat a kenyérkészítése. Meséljétek el nekem, kérlek, ti is szoktatok kenyeret sütni? Van esetleg kenyérsütőgépetek, vagy van bevált receptetek, amit otthon a sütőben készítetek el? Miután aztán estére elég jól kihűlt a kenyér, már épp csak a közepe volt egy kicsit langyos, a gyerekek mindjárt lecsaptak rá, hogy ebből szeretnének vacsorázni, úgyhogy elkészítettem belőle a szendvicseket egy kis szalámival, sajttal, májkrémmel, ki éppen mivel kérte. Abigailnek vágtam mellé még egy kis uborkát is, illetve magamnak is, meg paprikát is. És nagyon finom kis hideg vacsorát fogyasztottunk a frissen sült kenyérből. Kedd. Kedden reggel, ahogy mindig, készülnek a reggeli italok, a kávék és a kakaók. Most Atis is itthon volt, még nem kellett éjszakára mennie dolgozni, úgyhogy együtt tudtuk elfogyasztani a reggeli italokat. Az éjszakás hét étkezés szempontjából is a legrosszabb, mert ilyenkor Atis délelőtt még egy kicsit ébren van, aztán 11 óra körül eszik valami hideget, aztán ő lefekszik, Bendegúz ma még itthon, holnap már óvodában van, úgyhogy aztán ő is külön eszeget, aztán Abigaillel mi is külön eszünk, ha Abigail egy kicsit korábban lefekszik, akkor én egyedül eszek, és Abigail csak később eszik. Ezeken az éjszakás heteken az étkezéseink teljes káoszba fulladnak általában, mindenki máskor eszik, mindenki más teszik, ezért is ragaszkodunk hozzá, hogy vasárnap délben mindig együtt üljünk le ebédelni, legalább egyszer üljünk együtt az asztalnál. Mint láthatjátok, az italokat követően müzlisztünk, Bendegúz pedig csokis croissant választott, ebédre pedig az anyukámtól kapott tökfőzeléket és pörköltöt fogyasztottuk. Az én menütervemben ilyenkorra krumplifőzelék szerepelt, de ezt a tökfőzelék most kiváltotta, és nagyon-nagyon finom volt. Miután Abigail aztán aludt egy nagyot, és felébredt, uzsonnára, még ébredezik, uzsonnára banános joghurtot választott, úgyhogy elkanalazgatta a kis joghurtját, és ezt követően még nekiálltunk narancsot hámozni. Mind a ketten nagyon rákattantak a narancsra és mandarinra, ennek nagyon örülök, mert így legalább fogyasztunk sok-sok gyümölcsöt és vitamint, úgyhogy uzsonnára még 2 narancs is lecsúszott.
Vacsoránál pedig császárszalonnát sütöttem sütőben, főztem hozzá kemény tojásokat, összeszedtem a friss zöldségeket a hűtőből, és összevagdaltam őket egy ilyen spontán salátának. És emellé anyukámtól a gyerekek kaptak még sajtos perecet, azt fogyasztottuk el pékár ugyanent, így egy ilyen félig hideg, félig meleg, nagyon jó kis vacsoránk kerekedett a hűtőben talált dolgokból. A leányzó pedig mindig ott sűrök, forog, ha készül valami, és lopja az alapanyagokat. Így nézett ki a vacsoránk. Nagyon jól laktunk. Szerda. Szerda reggel már Atis vitte Bendegúzt óvodába, és engem hagytak még egy kicsit tovább pihizni, amiért mindig nagyon-nagyon hálás vagyok. Megittuk a reggeli kávénkat és kakaónkat természetesen. A gyerekek ezen a reggelen is műzlisztek, és ez a mandarin már aztán Abigailnek 10 óraira készül. Ez volt az első, és ezután lecsúszott még 2. Ebédre elkészítettem a gombalevesünket, amiről a bevásárlásos videóban már hallhattatok. Nagyon égen csináltam, mert pedig mindnyájan szeretjük. Ehhez 1/2 kiló gombát, csiperke gombát hámoztam meg, és jó pár szép nagy sárgarépát. Mindent felaprítottam, egy fej vöröshagymát pirítottam le, erre öntöttem aztán rá a gombát, azt is lepirítottam, és fellázadt ellenem a kamerám, és itt lemerült sajnos. De miután megpirult a gomba, rátettem még a felaprított sárgarépát is, azzal is megdínszteltem egy kicsit, és ezt követően szórtam rá egy púpos teáskanál piros paprikát, valamint egy evőkanál lisztet, és amíg ezt még egy pár percig pirítottam, ezt követően öntöttem aztán fel vízzel, és megsóztam, megborsoztam, és elkezdtem főzni. Szoktam még hozzáadni egy kis petrezselymet, aki szeretne, adhat hozzá egy leveskockát vagy egy kis vegetát, és mikor már puha benne a sárgarépa, akkor adok hozzá 2 marék rizst, valamint a rizs miatt még egy kis sót, hogy ne legyen aztán a rizstől sem sótlan, és igazából itt már meg sem várom, hogy a rizs teljesen megfőjön benne, mert aztán a lezárt állapotban is a rizs még szépen meg tud duzzadni a forró vízben. Ennyire egyszerű, és én most nagyon sok sárgarépát raktam bele, úgyhogy jó sűrű is lett, mert a gyerekek azt szeretik benne a legjobban. Ez volt aztán az ebédünk, és mivel Bendegúz 3 napja rágja a fülemet a palacsintáért, mire hazaért az oviból, addigra kikevertem a palacsintatésztát, úgyhogy a leves mellé még délután sütöttünk palacsintát, most a klasszikus vékony verziót, csak teljes kiörlésű liszttel készült, kevertem hozzá magunknak egy jó adag túrót, Bendegúz pedig nutellával és banánnal fogyasztotta el. Vacsorára megint interjúvoltam a gyerekeket, hogy mit szeretnének enni, és megint rávágták, hogy hát ők szendvicset kérnének. Nagyon örülök neki, hogy ennyire ízlik nekik ez a házi készítésű kenyér. Ismét maci sajt került rá, egy kis szalámi, illetve Bendegúznak pipisonka, és emellé nyomtam rá majonézt, hogy ne legyen olyan száraz, és úgy gondoltam, hogy megpróbálok csempészni mellé Bendegúznak is egy kis zöldséget, úgyhogy sárgarépából egy hámozó segítségével sárgarépa szalagokat vágtam. Nagyon bejött neki ez a dizájn, ez a technika, mert aztán szépen meg is ette a sárgarépa csíkokat, és még raktam mellé egy kis trapista sajtot. Abigailnél már azért bátrabban lehet zöldségezni, ő nagyon szívesen fogyasztja, sőt, inkább otthagyja a szendvicset, és csak a zöldségeket eszi, de azért neki is raktam mellé egy kis szalámit és sajtot, illetve magamnak is raktam össze egy gusztusos kis deszkát, arra még raktam egy kis salátamixet, aminek aztán egyébként a felét Abigail le is nyúlta, de nem bánom, egészen nyugodtan nyúlja csak le.
csütörtökön reggel, Bendegúz óvi előtt nutellás palacsintát evett banánnal, mint ahogy azt apa elmesélte. Abigail, mint láthatjátok, mondit választott magának a hűtőből. Nagyon lájtos a reggeli, amit fogyasztani szokott. Általában az enyémből csor, mint ahogy azt már láthattátok és hallhattátok tőlem. Én most jól megpakoltam egy palacsintát magunknak reggelire, és abból is kért. Ebédre ismét a leveshez nyúltunk, és két tányérral be is nyomtunk belőle, ami olyan laktató volt, hogy nem is nagyon kívántunk utána már folytatást, úgyhogy leves volt. Majd elmentünk, meglátogattuk a dédit, ahol aztán persze el voltunk halmozva minden földi jóval, házi termesztésű patogatott kukoricával, meg friss gyümölcsökkel, illetve ettünk még frissen pucolt diót, meg almát, és még sorolhatnám, úgyhogy ez volt az uzsonnánk, és mikor hazaértünk, akkor gyorsan összevágtam még a sütőtököt, ami már egy ideje itt áll a pultomon, mert a felét felhasználtuk. Nem vágtam el Abigail kezét, csak rászóltam, hogy ne nyúkáljon a kés közelébe. Tehát összevágtam még a nagy sütőtökünket, aminek a feléből már leves készült a múlt héten, és betettem a sütőbe. Szeretem, hogyha jó feketére sül, mert jól karamellizálódik a leve, és ebből be is vacsoráztunk. Pénteken reggel Bendegúz ismét óvodában van, egyébként csokis fornettit kapott apától reggelire, mi pedig Abigaillel készítettünk egy jó laktató zapkását. Vízzel készítem a zapkását, mert én az Egyesült Államokban annó így ismertem meg, és nagyon szeretem a natur zab ízét, ezért csak egy kis lemmagot, csiamagot adtam hozzá, a maradék fagyasztott áfonyámat, és egy agyonérett fél banánt, és ezt a Abigaillel együtt el is fogyasztottuk aztán reggelire. Ebédre elkezdtem megfőzni a basmati rizst, amit a bevásárlásos videóban mutattam, soha nem készítettem ezelőtt, mindig jázmin rizst veszek, de hasonlóképpen kell elkészíteni, ahogy azt a csomagolásán olvashattam. Egy bögre rizshez adtam két bögre vizet, előtte egy kicsit megpirítottam olajon, valamint két kávéskanál sóval szórtam meg, és utána lefedem, takarékra veszem, és aztán egy idő után teljesen le is zárom, hogy már csak szívja magába a rizs a vizet. Összevágtam másfél csirke mellett, és jó alaposan megpirítottam fehéredésig olajon, és most rá fogom önteni ezt a kókuszos köris szószt, amit szintén az Aldiban vettem, a bevásárlásos videóban láthattátok, indiai köris csirke lesz belőle. Ezt a fajtát még soha nem próbáltuk, a tandori csirkét próbáltuk, az is nagyon finom volt. A recept szerint 400 g csirkemellhez kell hozzáadni egy üveg szószt. Na most én 600 g csirkét vágtam össze, mert annyi volt nekem egy csomagban, ezért utána még egy kicsit rá is kellett fűszereznem, de 400 g csirkével szerintem tökéletesen fűszeres, hozzá sem kell már nyúlni. Miután megpirítottátok a csirkét, ráöntitek a szószt, 15 percig kell még főzni, hogy megpuhuljon benne a csirkemell, és készen van, rendkívül egyszerű, és nagyon finom, és innentől dupla adagban kell csinálnom, mert olyan gyorsan elfogyott, hogy nem lett belőle két napra kaja. Szépen be is sűrűsödött, addigra a rizs magába szívta a vizet, úgyhogy Abigaillel ezt ettünk ebédre. Itt én még csak egyedül, mert Abigail, mivel korán kelt, hamarabb le is feküdt, ő csak ébredés után kóstolta meg, de ébredés után is nagyon ízlett neki. Máskor is fogom ezt a fajta szószt is venni, abban egészen biztos vagyok. A basmati rizs is ízlett, viszont nekem egy kicsit még mindig közelebb áll a szívemhez a jázmin rizs. Aztán uzsonnára meghámoztuk a házban felelhető utolsó három mandarint, és Bendegúz, ahogy hazaért az oviból, rögtön követelte az illatok alapján a köris csirkét, hogy ő is szeretné megkóstolni,
én pedig ettem még egy kis sütőtököt. Nem tudom, hogy van ez nálatok, nekem Bendegúz, ha hazajön az oviból, közvetlenül az uzsonna után, mindig eszik még itthon valamit. Ez nálatok is így van? Mondjuk nálunk Bendegúznak azért nagyon jó étvágya van. Oda is kell erre figyelnem, hogy azért ne essen túlzásba. Tehát ez volt az uzsonnánk, Abigail a mandarin után még csipegetett a dédi féle házi patogatott kukoricából. Aztán este leültem még a gyerekek előtt, hogy gyorsan meg tudjak nyugodtan vacsorázni, de hát, mint láthatjátok, nem voltam sokáig egyedül, ismét gombalevest ettem, minden mennyiségben megbírnám enni, és Abigail is csatlakozott hozzám, úgyhogy szépen elosztottunk egymás között két tányér gombalevest, és ezután kiáltottam aztán el magam még Bendegúznak, hogy mit szeretne vacsizni. Bendegúz nagyon-nagyon szereti a tükörtojást, úgyhogy rögtön rá is vágta, hogy tükörtojást szeretne vacsorára, úgyhogy hamar gyorsan, miután megettük a levesünket, neki láttam tükörtojást sütni. Ronda és finom tükörtojás, az utolsó falatig elfogyott, hála égnek, és a kenyérhez egyébként hozzá sem nyúlt, amit még mellé raktam. Abigail pedig, mivel lényegében jól lakott a gombalevessel, még kapott két szelet kenyeret egy kis birsalmasajttal, amit szintén a déditől hoztunk. Így nézett ki tehát a hetünk az étkezések szempontjából, mint ahogy azt már a bevásárlásainknál is láthattátok, vagy hallhattátok tőlem, illetve a korábbi főzős mit ettünk a héten videókból, nem követünk semmilyen szigorúbb szabályokat követő diétát, ezt most jól megmondtam, nem vagyok elkötelezve egyetlen étkezési stílusnak, irányzatnak sem. Úgy gondolom, hogy egy elég hagyományos magyar konyhát vezetek, és egy nagyon hagyományos magyar étkezést követünk, amiben van mindenféle, vannak újdonságok is benne rendszeresen, vannak benne megszokott hagyományos ételek. Azokra igyekszem azért odafigyelni, hogy mindig változatosan étkezzünk, hogy az étkezés, hogy a napi étkezésünkben legyen azért minden fontos, alapvető ételcsoport, és hogy azért pár dolgot egészségesebbre cseréltem azokhoz képest, amiket korábban fogyasztottunk. Én, amit tudok, itthon készítek el, és nagyon ritka az, amikor mondjuk rendelünk, javarészt házi készítésű ételeket fogyasztunk, de nem zárunk ki semmit az életünkből. Gondolok itt az édességekre, a rákcsálnivalókra, közbe-közbe egy-egy gyorsételre, mert igen, az is előfordul, de én is így nőttem föl, mi is ezt láttuk a szüleinktől, és én azt gondolom, hogy ameddig egészségesek vagyunk, életerősek vagyunk, nincsen hála égnek semmilyen intoleranciánk, és amíg nem küzdünk például súlyproblémákkal, ilyesmikkel, addig meg fogok engedni magunknak mindenfélét, természetesen azokat a dolgokat, amiknél kell, azokat mértékkel, gondolok itt ugye az édességekre, mert igen, neki tudnának állni a gyerekeim az édességes szekrénynek, és helyből kiüríteni az egészet, de csak minden módjával. Nem tiltok semmit, magunktól sem, tőlük sem, de szépen mindent észszerűen és módjával. Nagyon sokszor volt most ezen a héten ugye a melegítgetős étel is, köszönhetően annak, hogy ugye az nagyszülőktől is kaptunk, viszont ez nagyon sok időt spórolt most meg nekem. Bízom benne, hogy ennek ellenére azért találtatok magatoknak jó ötletet, hasznos infót ebben a videóban is, bármilyen kérdésetek, hozzászólásotok van, várom szeretettel a videó alatt. És ugye így borul föl a menüterv, amit általában összeállítok a bevásárlások előtt, de azok az ételek nem vesznek el, hanem lehet, hogy majd a jövő héten fognak aztán előfordulni, egyszer minden sorra kerül. Most szombat van, a köris csirkéből még maradt egy adag, azt fogyasztottuk, illetve most még főztem egy adag tésztát kiegészítésnek, valaki jön, valakik jönnek,
Kiegészítésnek főztem még egy adag tésztát. Oké, köszi! Főztem még egy adag tésztát, hogy mindenkinek jusson az ebédből, és éppen apa dobta be reggel az ötletet, hogyha este esetleg rendelnénk egy pizzát, de lehet, hogy ez a dolog fel fog borulni, mert el kell menni a polgárőri szolgálatba. Holnap pedig vasárnap, holnap borsostokányt fogok főzni bulgurral, és valószínűleg sajtlevessel. Most már befejezem, mert nagyon hosszúra nyúlok. Hogyha tetszett a videóm, kérlek jelezzétek, bármi hozzászólásotok van, várom szeretettel a videó alatt, iratkozzatok fel a csatornámra, ha még nem tettétek, vigyázzatok magatokra, szép napot nektek, sziasztok!